A Falkó KC Szombathely legyőzése után a második játéknapon már idegenben szerepelt az atomerőmű Ese férfi NB1-es kosárlabda csapata, a piros-kékek Debrecenbe utaztak az NB1 második fordulójában. A feljutó vereséggel kezdte a szezont, így hazai publikum előtt mindenképpen javítani akartak. Az első 10 percben Armwood vezérletével a Deac kezdett jobban, az Ase csak tartani tudta a lépést riválisával, dominálni már nem sikerült. 20-18-al zárult a nyitó etap. A második negyedben Lilovis játékba lendült a hazaiaknál, a Paks pedig nem tudott feljebb kapcsolni. Fokozatosan lépett meg a vendéglátó, az Atom rendkívül sok hibával játszott ekkor. A nagyszünetben 47-37 állt a táblán. A térfélcsere után minden ott folytatódott, ahol az korábban abban maradt, a Deac szórta a kosarakat, az Ase elvétve válaszolt. Armwood két triplája után már 20 pont felett volt a differencia. A Csizmics gárda azonban jól hajrázott és visszakapaszkodott látótávolságon belülre. 67-53-ról kezdődött a záró szakasz, melynek elején még tartott a korábbi paksi lendület, ám mínusz 10-nél megállt a tudomány. A hazaiak rendezték a sorokat és Armwood, valamint Lilov ponterős játékának köszönhetően végül magabiztosan megnyerték a mérkőzést. A végeredmény Deac atomerőmű Ese 87-69. Sajnos mi beragadtunk az elején, és nem is nagyon ültek a dobásaink, valamint a helyzet kihasználásaink nem voltak túl pontosak. A Debrecennek pedig egyszerűen minden sült egész mérkőzésen. Ilyen mérkőzés mindig akad, sajnos. Most, hát ugye a mi részünkről sajnos, de nekünk is lesznek biztosan ilyen mérkőzéseink, hogy egyszerűen minden menni fog. Gratulálunk a Debrecennek. Amit lehet, azt le kell szűrnünk. Még idején jött ez a pofon, úgy gondolom. Hosszú szezon előtt állunk nagyon. És rengeteg dolgunk van még, mint minden másik csapatnak. Úgyhogy ezen az úton megyünk tovább, és össze kell, hogy kapjuk magunkat szerdára, hiszen nagyon fontos mérkőzés lesz Zalaegerszegen, és úgy gondolom Zalaegerszeg nagyobb játékerőt képvisel a Debrecennél, nem lenézve őket. Sokkal nehezebb dolgunk lesz ott nyerni, főleg, hogyha így játszunk, akkor szinte esélyünk sem lesz.